Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak, tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt itt nálunk mindenki tegezi egymást, kortól nemtől függetlenül. Jelenlegi világunk mennyire tetszik? Ha lenne mondjuk egy 10-es skála, a világ az szép, csak az emberekkel vannak gondok, nem? De ugye a világ, ha megnézzük a világunkat milyen szép, akkor ugye lehetne magasra pontozni, nem? De az embereket azt viszont nem nagyon tudnánk most magasra pontozni. Főleg itt az elmúlt pár évben, amennyit lejjebb ment a hangulat. Tehát olyan jó volt az az időszak, amikor mentél mondjuk egy, mit tudom én, családi házas részen, érted? És akkor az emberek fütyűrészve dolgoztak, énekelgetve dolgoztak, érted? Anno, annak idején, persze. Még emlékszek ilyenre, ugye gyerekkoromban, vagy egész fiatal koromban még ez ilyen volt, és akkor azóta van egy ilyen folyamatos hangulatromlás, de tudjátok, hogy miért van ez a hangulatromlás. Hát az emberek nem élnek rosszabbul, mint régen. Lehet, hogy most egy kicsit itt az elmúlt másfél évben, vagy az elmúlt mondjuk három évben. De mégis már előtte is rosszabb hangulatúak voltak. És akkor vajon minek köszönhető ez? Tessék? Nem. Nem. Nem, az, hogy ha megnézed, egy ember, kivétel azok, akik nem foglalkoznak hírekkel, állandóan hírekkel találkoznak, és rossz hírekkel. Tehát visszaemlékszel, közel nem volt ennyi rossz hír, mint amennyi rossz hír van, nem? És keresik a legrosszabb híreket a világban, hogy azt nyújtsák az emberek felé, tehát azt adják nekik. Tehát volt egy film, amiben ugye egy ilyen mágnás, tehát ilyen média mágnás nyilatkozott, hogy tehát ez film, rendes film, nem dokumentum, film, ahol azt mondta, hogy csak a rossz hír a hír, a jó hír az nem hír. Okay, tehát ő azzal foglalkozott, hogy ugye híreket küldjön az embereknek, ez ugye még egy ilyen 90-es években történt film, akkor csinálták azt a filmet, és egyébként ugye James Bond film és Pierce Brosnan-nál volt még az a film, és hát lényeg, hogy tényleg így van, hogy ahogy ugye jövünk a mi időszakunk felé, ugye egyre több és több csatornán jönnek a rossz hírek. Hát régen milyen csatorna volt? Volt a rádió. Előtte mi volt? Újságok, nem? Aztán utána bejött a rádió, meg az újságok. Utána bejött a tévé, nem? Azóta minden internet, nem? És tehát minden csatornán nyomják a rossz híreket. Tehát igazából nincs más különbség. Tehát az ember az egy érző lélek. Tehát vannak érzései. És ha az érzéseire negatív hatást gyakorolnak negatív hírekkel, rendszeresen, folyamatosan nyomják a negatív híreket,
akkor az egyén az egyre rosszabb és rosszabb hangulatba kerül. És ahogy egyre rosszabb és rosszabb hangulatba kerül, egyre rosszabbul működik az életében. Tehát egyre rosszabbul és rosszabbul működik az életében. Ami azt jelenti, hogy egyre több hibát vét, egyre több rossz döntést hoz, egyre kevésbé hatékony, egyre kevésbé van munkakedve, tehát mondhatjuk azt, hogy egyre lustábbá válik. Minél rosszabb és rosszabb hangulatban van egy ember, annál lustább és lustább. Szóval csupa negatív hatással van az emberekre, és ez, mondom, ez csak ez az egy dolog. Tehát ha megnézed, semmi más nem történt változás. Tehát mondom, sőt, sokkal több tulajdonuk van az embereknek, mint régen. Tehát sokkal több anyagi eszközeik vannak. Sokkal több ször mennek nyaralni, mint régen, üdülni, érted? Kirándulni, ide-oda. Sokkal több autó van a családokban, mint valaha. Sokkal nagyobb a ház, nagyobbak a házak, a lakások, mint valaha. És tehát mindenre azt lehetne mondani, hogy hát jobban kellene működniük az embereknek, mert jobb módon élnek, érted? De mégis szépen fokozatosan azáltal, hogy nyomják a rosszabbnál rosszabb híreket, ijeszgetik az embereket szó szerint, és ebben szépen elérték, hogy az érzelmeire hatnak, egyre inkább olyan érzelembe kerülnek az emberek, ami nem pozitív ezeknek a hatására, és akkor általánosan ugye egészen haladnak az emberek a depresszió felé. Sok-sok ember már meg is élte a depressziót, hát régen nem voltak, vagy nagyon ritka volt, hogy valaki depressziós volt. Nagyon kevés ember volt depressziós. Most már rengeteg. Sokkal több az öngyilkos, ugye a depressziósok hajlamosak az öngyilkosságra. Tehát ugye ott jelenik meg az öngyilkossági hajlam. A haragos embernél megjelenik a gyilkossági hajlam. Oké? Szóval, és ez mind annak köszönhető, hogy rossz hír, rossz hír, rossz hír hátán, tehát tudatosan gerjesztik a rossz híreket. Tudatosan. Keresik, gerjesztik. Tehát ez vegyes. Tehát ha nincs elég rossz hír, jól megy az embereknek, akkor ki kell találni rossz híreket. Nehogy ma azt mondjátok, hogy az elmúlt években nem találtak ki rossz híreket. Szó szerint. Hát az elmúlt években soha nem látott módon találtak ki rossz híreket. Például ebben a Covid-dal kapcsolatban. Gondold végig. Gondold végig, mondjuk egy nap hányszor foglalkoztak azzal? Hányszor? Hányszor ijeszgették naponta, napi szinten az embereket azzal? Hányszor? Hónapokon, éveken keresztül gyakorlatilag. Két éven keresztül. Akkor óriás plakátokon is az ijeszgetés volt. Tehát bármi, merre járt az ember, mindenütt találkozott az ijeszgetéssel. Most ugyanúgy a háborús ijeszgetés, bár most az plakátokon nem feltétlenül jelenik meg, bár megjelenik, mert ugye vannak olyan plakátok, hogy ők támogatják a háborút, ja, például. Jó, szóval ugye, és ez mit eredményez? Hát az, hogy az emberek egyre rosszabbul és rosszabbul érzik magukat,
Tehát, hogyha egy ember, aki nem fél, ha sok olyan emberrel találkozik, aki fél, akkor elbizonytalanodik. És azt gondolja magában, hogy lehet, hogy az nem véletlen, hogy ők félnek. Akkor lehet, hogy nekem is félnem kellene. De szó szerint így működik az ember. Tehát hat rá másik negatív érzelme. Szóval egy érdekes világban élünk, és hát az embereknek vannak problémáik. Hoppá, bocsánat, nem ezt akartam, az egérem el ment onnan, ahova kellett volna. Az embereknek vannak problémáik mondjuk ezeken a területeken. Hát sok ember nem tud bánni önmagával, párjával, szüleivel, gyerekeivel, másokkal, munkájukkal, pénzzel, környezettel, hatóságokkal, vagy akár a teremtőjükkel. És ez azt jelenti, hogy hát amelyikkel nem tudunk bánni, ott problémákat hozunk létre. Tehát problémák jelentkeznek, hát problémák akkor jelentkeznek, ha azokat létrehozzuk. Tehát általában megnézed, gondolkozz egy kicsit, hány olyan problémát tudsz felsorolni, amit okoztak neked, és nem te okoztad magadnak. Hát mondjuk nem sokat, de az egy-kettőt föl lehet sorolni, mondjuk a Covid, nem? De hát az nem probléma volt, mert csak elkezdték az emberek problémaként megélni. Tehát most csak azoknak volt probléma, aki problémaként élte meg. De mondjuk azon kívül, ami az életedben volt probléma, általában hány olyanra emlékszel, ami kívülről jött? Tehát nem vettél benne részt, nem tőled függött. Tehát hogyha, most mondok példát, egy embernek mondjuk nincs önbizalma, önértékelése, önbecsülése, elsősorban vajon ki tehet róla? Így van, ő saját maga. Nem ő, hanem ő. Tehát mikor ugye mutogatunk, megnézed, akkor több újat mutat magad felé, mint amelyik nem. Tehát elsősorban tőle függ, de persze az embert érheti környezeti hatás, és a környezeti hatás az mindig az emberek. Tehát ritkán befolyásolja az embert más környezeti hatás az embereken kívül. Nyilván beköltözik valami erdőbe az ember, ahol sok állat van, akkor lehet, hogy az állatok abajgatják őket, és akkor az okoz környezeti hatást, vagy mit tudom én, nem tesz a futónövényekkel szembe, és akkor bemegy mindenhova a házba. Lehet ilyen környezeti hatás. De a legtöbb esetben az embernek problémát az ember okoz, nem? Tehát az ember, mint környezeti hatás. Na most, hát az ember az egy olyan lény, amely befolyásolható, és tud befolyásolni. És általában úgy működik, hogy sok lúd disznó győz. Tehát sok ember képes befolyásolni egyet. Oké? Tehát például mondjuk egy nem bűnöző, egy tisztességes ember bekeveredik bűnözők közé hosszabb időre, akkor előbb-utóbb bűnözővé válik.
ezt tapasztaltam ismerősömnél. Hát már akkor tudtuk, hogy abból gond lesz, hogy elment olyan helyre dolgozni, a bűnözéssel foglalkoztak. Elment alkalmazottnak egy olyan helyre, ahol bűnözéssel foglalkoztak, és tényleg ő is bűnöző lett. Szóval az embert befolyásolja a környezete, és hát ezáltal gyakorlatilag van egy szabály, de az ember nem változik meg. Tehát ha a környezete nem változik, akkor ő sem változik meg. Tehát én 1987 óta kezdtem el emberekkel foglalkozni. Saját szervezésű csapatom van 91 óta. Több tízezer ember szervezésében vettem részt. Személyesen is közvetett módon, tehát közvetve is közvetlenül. És több százezer embernek vittünk el valamilyen életjobbító lehetőséget. Tehát az emberekkel kapcsolatban mondhatjuk azt, hogy ritkaságban menő tapasztalatom van. És tudjátok, azt tapasztaltam, hogy az emberek, ha ugyanabban a környezetben vannak, mint előtte voltak, nem változnak meg. Hát nem változnak meg. Az emberek nem változnak. Erre vannak mondások, hogy kutyából nem lesz szalonna, meg kecskéből se káposzta. Oké, és ez az emberekre vonatkozik. Tehát az ember akkor változik, mindjárt mondom, jó? Még ezt nem fejezem be, ezt a mondatot, csak még egy dologgal alátámasztom. Szóval az ember az nem változik, és van még egy szabály ezzel kapcsolatban, hogyha elkezd változni, és nagyon elhatározza a változást, és marad minden ugyanúgy, ahogy volt, a környezet mondjuk, akkor szépen mindig minden elindul a visszarendeződés felé. Tehát minden vissza akar térni az alapállapotba. Oké? Tehát például, mit tudom én? A kő az homokból lett, nagy nyomásra összeállt, érted? Vissza akar rendeződni a homok formába. És minden az ember, azt mondják, porból lett, és porrá lesz. Oké? Most a testre vonatkozik. Tehát minden anyag vissza akar térni az eredeti formájába. Tehát elhasználódik, tönkre megy, lebomlik, stb. Stb. Gondold végig. Na most, az ember is így működik, hogyha változtatni akar, mert valamilyen nem tetszik, valamilyen működése, akkor mi történik? Az történik, hogy szépen, fokozatosan, ha csak nem változtat nagyobb dolgokat az életében, minden visszarendeződik. Tehát elindul a visszarendeződés irányába. És ez nem rossz hír, hanem ez egy tény. Oké? Ez egy szabály. Na most ezáltal, hogy ne rendeződjön valami vissza, folyamatosan kell azért tenni, hogy ne rendeződjön vissza. Az ember elveszi a figyelmét arról a dologról, amit változást létre akar hozni, akkor abban a pillanatban elindul a visszarendeződés. Gondold végig, ha életedben valamiről le kellett már szoknod, mennyi figyelmet kellett arra szentelned, hogy ne tedd azt, amiről le akarsz szokni. És ha az ember nem fordított rá kellő figyelmet,
akkor simán elindult a visszarendeződés. Tehát ez azt jelenti, hogy ha az ember változást akar az életében elérni, akkor nem elég az akarat, kell hozzá valami más is. Mondok példát. Itt van mondjuk az önmagunkkal való bánásmód, mint az előbb példaként felhoztam, magát a önértékelést, önbecsülést, önbizalmat. Ugye sok ember ezzel a hárommal küzd. Tehát ami azt jelenti, hogy kevés van neki ezekből. És most gondold végig, ha valaki él egy leértékelő környezetbe, egy olyan emberek között, akik leértékelik, hogy lesz neki valaha önbizalma, önbecsülése, önértékelése? Még akkor is, ha ő nagyon akarja, hogy legyen. Hogy lesz? Szó szerint ez a válasz, hogy sehogy. Tehát emberek eljárnak képzésekre. Ebben az országban én már láttam olyan képzéseket, hogy 10 000 fős képzés, érted? Tehát ott ült 10 000 ember. Hallgattak jó dolgokat, ott ültek akár 2-3 napot is. Nyilván nem éjjel-nappal. És sok ember ebből a 10 000-ből döntéseket hozott azzal kapcsolatban, hogy mit változtatnak meg az életükben, és igazából a 10 000 emberből, aki döntést hozott, hogy változtat az életén, nyilván nem mindenki, de vegyük azt, hogy mondjuk a fele. És mégis az életükben nem történt. Tehát ránézel az életére mondjuk a képzés után 1/2 évvel, és ugyanúgy éli az életét, mint 1/2 évvel azelőtt. Oké? Miért? Mert igazából nem történt változás az életében. Tehát az ember azt gondolja, hogy ha nincs változás, akkor is lehet változás. Tehát ha nincs változtatás, akkor is lehet változás. Ez egy téves elképzelés. Nincs ilyen. Tehát ahhoz, hogy változás legyen, változtatásra van szükség. És ha nagy változásra van szükség, akkor nagy változtatásokra van szükség. Mondok példát, jó? Talán annyiban nem voltam átlagember gyerekkoromban és fiatalkoromban, hogy mindjárt elmondom, tehát hogyha én azt láttam, hogy mondjuk a csintevés, a gyerekcsíny túlságosan nagy kárt csinált volna mondjuk a tanárnak, akkor én nem engedélyeztem a gyerekeknek azt, hogy azt a csínt megcsinálják. Ha kellett, akkor elmondtam a tanárnak. Tehát megmondom őszintén, nem érdekelt, hogy ki mit gondol. Világos ez? Nem érdekelt, hogy ezáltal nem fognak annyian kedvelni vagy szeretni. Oké? Tehát a kisebb csíntevésekben benne voltam, de amikor például egy gyerekkel szemben valami olyan csíntevést terveztek esetleg, vagy a tanárral szemben, vagy egy szülővel szemben, hogy az már, azt már én úgy láttam, hogy az már etikailag már nincs rendben. Tehát ott már az a személy már nem mondjuk mosolyog a dolgon, érted?
akkor én nem hagytam, tehát nem hagytam, közbe léptem valamilyen formában. Tehát ebben másabb voltam, az biztos, mint a legtöbb ember, már csak azért is, mert ugye a seregben is nem nagyon csíptem az öregek etikátlankodásait, ezért ugye egy századgyűlésen egyedül felszólaltam ezzel szembe. Azt mondták az újoncok, hogy ó, hát támogatnak, senki nem támogatott utána. Utána annyit szívtam emiatt, hogy ihaj, mindegy, felszólaltam. Szóval ezért mondom, nem voltunk azért nagyon sokan abban a laktanyában, mert 160-valahányan, de akkor is 160 ember közül, 160-valahány ember közül én voltam az egyetlen, akinek volt olyan etikai érzék, hogy felszólalt valamilyen etikátlanságokkal szemben. Szóval ebben talán más voltam az átlagnál, de egyébként nem voltam az átlagnál másabb. És ezt most miért mondom? Azért, mert átlag embernek gondolom magam gyerekkorban, fiatalkorban. Átlag munkákat végeztem, tehát abban is átlag ember voltam. És ugye 87-től, mint említettem, elkezdtem emberekkel foglalkozni, mint üzletkötő, tehát üzletkötőként. Majd 91-től hálózatépítőként kezdtem el működni, de úgy, hogy az üzletkötés mellett is volt fő tevékenységem természetesen, meg a hálózatépítés mellett is volt fő tevékenység, tehát magyarul az üzletkötést is, a hálózatépítést is másod tevékenységben csináltam. És igazából már az üzletkötés változtatott rajtam abból a szempontból, hogy aki üzletkötéssel foglalkozik, annak meg kell tanulni kommunikálni. És az nem árt. Tehát az nem ártalmas, hogyha az ember úgy tud kommunikálni, hogy az nem bántó mások számára. Nézzük tovább. És utána elkezdtem a hálózatépítéssel foglalkozni, és onnantól csapatom lett. Hát csapatom lett. De hát nem én vezettem a saját csapatomat természetesen, hanem voltak felettem vezetők, akik vezették a csapatomat. Viszont 94-től, inkább úgy mondom, hogy 93-tól már ugye nekem is kellett embereket vezetni. És 93-ban kaptam segítséget ez ügyben, 94-től nem, és gyakorlatilag 95-96-ra főleg már egy komoly csapatot hoztam létre, de ugye azt mondanám, hogy onnantól, hogy lett csapatom, onnantól kezdtem el változni. Lényegesen. Tehát onnantól kezdtem másként nézni az emberekre. Tehát onnantól kezdtem úgy gondolkodni, hogy van-e értelme ennek, vagy van-e értelme annak. Tehát addig, hogy van-e értelme valaminek, soha nem foglalkoztam ezzel. És ha nem volt értelme, akkor is csináltam. Tehát a van-e értelme az akkor kezdett el elindulni bennem, amikor saját csapatom lett. Hát a saját csapat. Ezt most miért mondom? Mert az emberek azt gondolják, hogy van-e, tehát amit ő csinál, annak van értelme. Na most
olyan 95-96 környékét, ha van-e értelme, azt jelenti számomra, hogy szolgálja-e a jövőmet. És ezt nem tanította nekem a kutya se. Ez a csapat miatt jöttem rá. Tehát például voltak nekem barátaim régről, és akkor felvetődött bennem, hogy van-e értelme velük tovább barátkoznom. Érted? És egy csomó ilyen dolog merült fel az emberekkel kapcsolatban, a régi kapcsolataim, ma nem csak barátokról van szó. Hogy van-e értelme vele kapcsolatban maradni. Tehát én azt láttam sok esetben, hogy azok a kapcsolatok, amik nekem voltak, azok nem előre vittek, hanem, jó, nem azt mondom, hogy hátra vittek, hanem ott tartottak, ahol voltam. Érted? És én úgy gondoltam, hogyha az ember egy jobb életet akar magának és a családjának, akkor azt kell tenni a jelenben, aminek a jövőnkre nézve van értelme. És amit úgy ítéltem meg, hogy a jövőre nézve nincs értelme, akkor én azt elkezdtem hanyagolni. De hozzátenném, hogy más minőségben működtem már, mint az átlagemberek. Mert egy átlagember, aki mondjuk alkalmazottként él, annak más az értelme, amit tesz. De az, aki mondjuk egy céget vezet, vagy embereket vezet, annak más az életének az értelme. És ezáltal ugye elkezdtem másként működni, mint a legtöbb ember. Mert a legtöbb ember az alkalmazottként élte tovább az életét. Tehát például a legjobb barátaim, az mind maradt alkalmazott. És ez komoly gondot jelent, mert hogyha gondold végig, nem csak a barátoknál, rokonoknál ugyanez a helyzet. Hát hogyha te is alkalmazott vagy, meg a barátaid is, rokonaid is, akkor körülbelül anyagilag egy szinten vagytok. De attól a pillanattól, ha az ember mondjuk cégvezető lesz, tehát vezető lesz, oké, vagy egy szervezetnek a vezetője lesz, onnantól kezdve már anyagilag nem abban a helyzetben van, mint ők. És nem az lesz a baj, hogy én jobb anyagi helyzetben vagyok, meg voltam, hanem az lesz a baj, hogy ők ezt látják. És ez irritálja őket. Oké? Ugye ott van az irritálásban, ott van az irigyben is, ott van az ír. Az irreálisban is ott van az ír. Tehát ami, ugye a szótó az ugyanabból fakad. Vagyis már ugyanabból a szótőből fakadnak a szavak. Szóval lényeg az, hogy és ezáltal, hogyha például rád irigykednek, akkor előbb-utóbb ugye úgy is el fog romlani ez a kapcsolat. Ez hol biztos. És minél jobban irigykednek rá, annál jobban el fog romlani a kapcsolat. Na most ezt én ugye felmértem, és még mielőtt ide jutott volna a dolog,
szépen elkezdtem ugye hanyagolni a kapcsolatokat, de nem csak úgy látszik, hogy én hanyagoltam, hanem ők is természetesen. Amit egy picit se bántam meg. Tehát ugye akkor tudott volna megmaradni az a kapcsolat, ha én megmaradok ugyanazon az alkalmazotti szinten, amin ők voltak. De én nem akartam azon az alkalmazotti szinten megmaradni, amin ők voltak. Érted? És itt most nem csak a barátokról beszélek, hanem a rokonokról is. Tehát én még gyerekkoromban érdekes mód elhatároztam azt, hogy én többre viszem, mint az összes rokonom közül bárki, és az összes ismerősöm közül bárki. Nagyon érdekes, hogy ezt gyerekkoromban én ezzel foglalkoztam gondolatilag. És ezt el is értem. Nem most, már a 90-es években. Tehát ezt csak most példaként mondom, hogy mit jelent egy teremtő gondolat. Oké? Igaz. Igaz. És pedig hát igen jelentős rokonsággal rendelkezem. Ugye anyai ágon, és igen jelentős ismeretségi körrel is, így visszatekintve. Na most ezt most miért mondom? Hát azért mondom, hogy neked van egy választási lehetőséged az életedben. Vagy megmaradsz azon a szinten, mint az ismerőseid, rokonaid. Oké? Vagy felemelkedsz, kiemelkedsz abból. Ez egy választás. Érted? Ez egy választás. Tehát ha jól érzed magad, abba a körbe, amely a mai világban csúszik lefele, anyagi szempontból és érzelmi szempontból, és minden szempontból csúszik lefele, tehát minden szempontból csúszik lefele, tehát magyarul te is akarsz csúszni lefele, velük együtt, vagy épp itt az ideje, hogy kiemelkedj. Tehát épp itt az ideje, hogy változtass az életed területein, de ezzel azt fogod elérni, hogy ez, akikkel együtt őriztél libát, vagy egy tányérból cseresznyéztetek, azoknak ez nem lesz szimpatikus, hogy te változni akarsz. Ők azt szeretnék, hogyha te csúszol lefele, csúszol velük! Milyen jó akarok. Szuper. Érted? Na most, hát ha egy ember, ha csúszik lefele, és azt szeretné, hogy a többiek is a környezetében, a barátok, ismerősenek csúszanak lefele, azzal kéne kapcsolatot tartani. Hát ez egy nem jó ember. Hát az embereket néha nem azt kell akarni, hogy ők is csúszanak lefele, hanem hogy felemelkedjenek, érted? Ne csúszanak lefele, felemelkedjenek. És a felemelkedés az több területen felemelkedést jelent. Több területen, nem csak egy területen. Tehát ezeken a területeken mindegyiken felemelkedést jelent. Tehát gondold végig, hogyha egy ember, aki nem kellő önbizalommal, önértékeléssel, önbecsüléssel működik, és ez pozitív irányba elkezd változni, és nő az önértékelése, önbecsülése, önbizalma, az nem egy felemelkedés?
Ha mondjuk megjavul a párkapcsolata, nem egy felemelkedés? Ha mondjuk szüleivel jobban bánik, jobban boldogul, nem felemelkedés? Ha gyerekeivel jobban boldogul, nem felemelkedés? Ha mondjuk más emberekkel is jobban boldogul, nem felemelkedés? Vagy munkájával kapcsolatban, olyan munkája lesz, amit jobban szeret, több a jövedelem belőle, szabadabb a munkája révén, akkor az nem felemelkedés? Csak úgy véletlenül, nem felemelkedés? Vagy például, ha megnő az anyagi helyzete, több lesz a jövedelem, mondjuk inflációnál magasabb arányban növekszik a jövedelme, jócskán magasabb arányban növekszik a jövedelme, az véletlenül nem felemelkedés? Vagy mondjuk, ha másként látja a környezetét, jobban látja a valóságot, ami a környezetében van, beleértve a nagy makró környezetünket és a bolygónkat, és sokkal jobban, világosabban, tisztábban látja a dolgokat, ez ugye azt eredményezi, hogy kevésbé verik át? Az nem felemelkedés? Ha nincsen gondja a hatóságokkal, az nem felemelkedés ahhoz képest, ha valakinek van? Vagy ha például az Istenével úgy tud kommunikálni, hogy kapja tőle a segítséget, az nem felemelkedés véletlenül ahhoz képest, amikor nem így volt? És akkor felemelkedés. Beszélgettem valakivel, éppen ugye PPH-s, minap, és akkor ő azt mondta, hogy ő elhatározta, hogy ő nem fog ide inkarnálódni, meg a másik bolygóra se, mert ugye ez a bolygó már nem lehetőség arra, hogy azok, akik nem érdemlik meg, azok ide inkarnálódjanak, nem alternatíva. Tehát hogy erőteljesen ugye akarja és törekszik arra, hogy ne kelljen inkarnálódnia. Mit jelent az inkarnálódás? Vagy hogy ne kelljen inkarnálódnia? Hát amikor az ember elhagyja ezt a földi létet, akkor annak alapján, amit ebben az életében csinált, vagy eldöntheti azt, hogy mi lesz onnantól, hogy elhagyta ezt a földi létet, vagy nem döntheti el. Oké? Mert a fenti létben ott etikusság van, ott nincs elnyomás, ott nincsenek elnyomók. Magában a társadalomban, a fenti társadalomban nincsenek elnyomók. Tehát a társadalomban nincsenek elnyomók. És minden lény, minden lélek az etikus. És ha cselekszik, vagy ha éppen nem cselekszik, akkor előtte végig gondolta, hogy az etika szabályainak mennyire felel meg. Ez azt jelenti, hogy azok, akik ezt nem tanulják meg itt a Földön, azok nem kerülhetnek fel a fenti társadalomba. A fenti társadalomra csak annyit szeretnék mondani, hogy nem tudom, hogy szerettél-e volna valaha életedben mondjuk a gondolatoddal mondjuk anyagot teremteni.
én, nekem ez nagyon sokszor megfordult a fejembe az életem során. Na, ott fenn, az energiából simán teremtenek anyagot. Akkor. Szerettél volna valaha úgy közlekedni, hogy mondjuk egyik pillanatra a másikra itt vagy ott vagy amott lenni, akár a világegyetemben. De nem úgy, hogy utazol órákat, napokat, hónapokat vagy éveket, hanem egyik pillanatra a másikra. Márpedig a lelkek a Földön kívül így közlekednek. Oké? Hogy egyik pillanatról a másikra, akár a világegyetem különböző pontján tudnak lenni. Szeretnél-e, volt-e már olyan gondolatod valaha az életedben, hogy mondjuk milyen jó lenne egy olyan társadalomban élni, ahol nincs elnyomás, nincs bűnözés, mert odafönn nincs. De nehogy azt hidd, hogyha meghalsz, akkor oda jutsz. Óriási tévedésben vagy, ha azt hiszed. Ha meghalsz, akkor bekerülsz egy létközi állapotba, amiből majd inkarnálódni fogsz. És tudod, mi a létközi állapot? Az egy virtuális valóság. Tehát te a létközi állapotban addig vagy éber, ameddig kiértékeled az előző életedet, magyarul ezt, majd onnantól vagy megint éber, amikor kiválasztod, hogy hova fogsz, milyen családba leszületni. Közte pedig egy virtuális valóságban vagy. Tudod, milyen valóságban? Olyan, mint a Matrixban volt. Csak azzal a különbséggel, hogy neked a tested ott nem fog feküdni. Mert nincs test. Tehát a létközi állapotban neked nincs tested. Csak lelked. A fenti létformában ott van test. De tudod, hogy választod ki a testedet? Felnőtt testet választasz, amelyet használsz. Tehát egy fiatal, felnőtt testet. Nem egy gyereket, nem egy csecsemőt, nem egy újszülöttet. Érted? Hát azért kellett az összes tudást kitörölni belőled, mielőtt leszülettél, az előző életi tudást. Mert beleőrültél volna az újszülött testbe, meg a csecsemő testbe. Beleőrültél volna, szó szerint. Mindnyájan beleőrültünk volna. Hát gondold végig, ha mostani lelkeddel kellene beszületned egy csecsemőbe, és a mostani tudással kellene csecsemőt, testet megélni, hát az rosszabb lenne, mint bármilyen börtön. És ott sejvedni benne éveken keresztül. Érted? És ezért ugye mielőtt leszülettél, kitörölték az előző életi tudást. Tehát neked szükséged volt az előző életi tudásra, addig, ameddig létközi állapotban voltál, hogy utána meg tud ítélni, hogy milyen családba szüles. Oké? Az előző életed miatt. Szóval nem ide kellene tartani, hogy majd hát a vallások egy része azt mondja, hogyha nem csinálsz nagy problémát ebben az életedben, akkor majd a mennyekbe kerülsz. Aha. Amit úgy hívnak, hogy létközi állapot. Oké? És mondom,
aközt, hogy kiértékeled az, ezt az életedet, tehát az előző életedet, mert nem ezt, hanem az előzőt, és utána, hogy eldöntöd, hogy hova fogsz leszületni, milyen családba, milyen szülőkhöz, közte virtuális valóságban. A fiatalokat, az embereket készítik föl a virtuális valóságra. Tudod, minek a révén? Ez a teljes szemet és fejet beborító szemüveggel, ahol úgy érzed, mintha te egy valóságban lennél. Ezzel készítik föl. Mert tömegesen lesznek benne a virtuális valóságban, és csak egy bibi van, hogy itt 2035-től aranykornak kell lenni, és ide nem lehet visszaszületni elnyomóknak, oké? Nem lehet visszaszületni olyan személyeknek, akik bekattannak, mert emlékezteti valami arra, hogy ott, ahogy egyszer kapott hasonló helyzetben elnyomást. Nem születhetnek újra. Mert ez a bolygó 2035-től arra van ítélve, hogy az emberek tovább fejlődhessenek. Oké? Hogy ide fölkerülhessenek a beteljesülés szintjére. Igaz. Mert a beteljesülés szintjén tudunk feljutni a magasabb létformába. És az én küldetésem az, hogy felvilágosítsam az embereket, és átadjam hozzá azt a tudást, ami ahhoz kell, hogy 2035-ig eljussanak a küldetés szintjére. 2035-ig. Lehet előbb is természetesen. És utána pedig a beteljesülés szintjére följussanak. Hát, ez már nagyon nyomatékos, amiről beszélek. A hagyadik prüszkölés. Gondold végig. Innen mondjuk, mit tudom én, valaki följut 25 éves korába mondjuk, vagy 30 éves korába a beteljesülés, nem a bete, a küldetés szintjére, mert mondjuk akkor 2035-ben mondjuk 30 éves lesz, csak most mondtam valamit, tehát az ő élettartama az még sokkal több ahhoz képest, és mondjuk fog élni mondjuk 110 évet. Most mondtam egy számot. Hát ha nem kapnál elnyomást, az átlag életkor nem 70-80 év lenne, jó? Csak maradjunk ennyiben. Hanem sokkal több. Jó? Az testünk az 130 évre van beállítva most jelenleg. Oké? Tehát az azt jelenti, hogy most gondold végig, akkor még él mondjuk 80 éve. És 80 év alatt jut a beteljesülés szintjére. Érted? Mert 80 év múlva, jó, hát persze nem akkor fog jutni, hanem hamarabb, de tanítja majd azokat, akiket tanítani kell ahhoz, hogy elérjék a beteljesülés szintjét a küldetés szintjéről. És hogy ez megvalósuljon, hogy minél többen följussanak a küldetés szintjére, létre kellett hozni egy rendszert. Én nem tudtam, hogy erre hozom létre a rendszert. Én arra hoztam létre a rendszert, hogy az embereknek jobb legyen. És közben kiderült, hogy egy olyan rendszert sikerült létrehozni, ami azt támogatja, hogy innen szépen lépkedve feljebb juss, és elérhessd a küldetés szintjét. Hát ha van kellő akaratod hozzá, mert kellő akarat nélkül ez nem fog működni.
És abban benne van az is, hogy akármilyen hihetetlen, egy olyan világban élünk, ami vegyes világ. Itt vannak szellemi dolgok, ami a lelkünkhöz kapcsolódnak, és vannak anyagi dolgok, ami a testünkhöz kapcsolódnak. És ez a két dolog, ez gyakorlatilag párhuzamos egymással. Hiszen emberek vagyunk. Tehát, hogyha te azt akarod, hogy a tested jól érezze magát, akkor lelkileg fejlettnek kell lenned. Vagy fordítva, azt akarod, hogy a lelked jól érezze magát, akkor testileg egészségesnek kell lenned. Tehát ez a két dolog, ez párhuzamosan működik egymással. De vannak kapcsolatok nyilván egymással. Mert a lelked az benned van. És ez azt jelenti, hogy az ember nem dolgozik mind a kettőért. A testért és a lelkért, vagy a lelkért és a testért, akkor egyik sem fogja jól érezni magát. Tehát azok az emberek, akik csak a lelkükért dolgoznak, azoknak bajba lesz a testük. Azok, akik csak a testükért dolgoznak, az bajba lesz a lelkük. Mind a kettőért kell dolgozni. És ha ide visszamegyünk, ahol az imént voltam, akkor nézz körül, hogy ebből vannak olyan dolgok, ami lelki eredetű, és vannak olyan dolgok, ami testi eredetű. Nézzük meg, melyik a lelki eredetű. Jó? Hogy önmagaddal tudj bánni. Ez is. Hiszen az a lélekhez kapcsolódik, hogy önbizalom, önértékelés, önbecsülés. Oké? Ez mind, de az is, hogy mennyire sikerül minél hosszabb időn keresztül a testi egészségedet fenntartani. Oké? Ez is ide tartozik, mert nem mástól függ a testi egészséged, hanem tőled. Megnézed a párkapcsolatot. Lelki dolog ez is. Hogy a két lélek mennyire tud egymással rezegni. Mennyire egészítik mondjuk ki egymást. Oké? Vagy éppen ellentétes a rezgésük, aztán mintha villámok lennének köztük. De hát ott is van, hogy esetleg anyagi szinten mit vár el tőled a másik, és azt mennyire tudod kielégíteni. Mert ez is a párkapcsolathoz tartozik. Vagy rosszul látom? Nézzük a következőt. Szülők. Megint lelki dolog. Mert az eszeddel hozod létre a rossz, nem az az eszetlenséggel, a rossz kapcsolatot, az eszeddel, meg a jó kapcsolatot. Oké? És hát ott is vajon a szülő mit vár el tőled? Lehet abban anyagi természetű dolog is, amit a szülő várhat tőled. Tehát a múltban például azok a szülők, akik együtt laktak mondjuk az egyik gyerekükkel, az a gyerek anyagilag támogatta a szülőt, mert a szülőnek nem volt nyugdíja. Világos ez?
Nézzük a következőt, a gyereked, megint ugyanez a kérdés. Eszetlenül rosszul fogod nevelni a gyerekedet. Ha eszesen csinálod, akkor jól fogod nevelni a gyerekedet. Két dolog, ami meghatározza, hogy jól neveltél-e egy gyereket, vagy sem. Egy. Hogyan boldogul az életében? Ez tőled függ, gyerek. Tehát szülőként. Kettő. Tehát nem gyerekként hogyan boldogul, majd felnőttként hogyan boldogul. Másik, majd felnőttként hogyan viszonyul hozzád. Ez a két dolog. Tehát ebből mérhető fel, hogy egy szülő jól nevelte a gyerekét, mennyire jól nevelte a gyerekét, vagy mennyire rosszul. Tehát még egyszer mondom, hogyan boldogul az életben, ott van az a tíz terület. És hogyan viszonyul hozzád, ez mind felnőtt. Mikor felnőtt lesz? Tehát ugye ebben az a baj, hogy akkor derül ki a gyereknevelés, mire a gyerek felnő. Hogy az jó volt, vagy nem. Oké? És azt, hogy a gyerekednek milyen érzelmi dolgokat nyújtasz, és milyen anyagi dolgokat nyújtasz, ez megint kettős, mert az érzelmi rész, ugye a pozitív érzelmi rész, nem a negatív, az mind lelki eredetű. Az anyagi, az meg a fizikai világhoz kapcsolódik. Akkor nézzük tovább, másokkal való bánásmód. Ugyanez a helyzet, mivel emberekről van szó, mindig meghatározó, hogy pozitív érzelmet, tehát lelki eredetű dolgokat mit nyújtasz az embereknek, hogyan viszonyulsz hozzájuk, vagy anyagi szempontból mit nyújtasz számukra, vagy mind a kettő. Tehát ez is kettős, ha megnézed, az ötödik. Vagy ott van például a munkád. Vannak emberek, akik szellemi dologból élnek, vannak, akik anyagi dolgokból élnek. Akik szellemi dolgokból élnek, általában többet keresnek, mint akik anyagi dolgokból élnek. Ez azt jelenti, hogy de akkor is valamilyen szinten az illető munkát végez. Tehát valamennyire kapcsolódik az anyaghoz, és kapcsolódik a gondolkodáshoz is, mert eszetlenül munkát végezni eléggé kudarcos. Itt van a pénz kérdés. A pénz maga egy anyag. A pénz az egy csereeszköz. Örüljünk, hogy van pénz, és nem, mit tudom én, kiszéket kell ahhoz gyártanod, hogy mondjuk tudjál enni. Mert akkor kapsz libát érte a kiszékért, érte. És akkor meg tudod enni a libát. Vagy másik meg tyúkot ad a kiszékedért. Tehát ez egyszerűbb a cserénél a pénz, és akkor az ember azt vesz rajta, amit akar. De egyáltalán nem mindegy, hogy mennyi pénzed van. Tehát ma a PPH két dologban a legjobb és a legeredményesebb. Nézzük, mi ez a két dolog. Tehát egyedülálló információkat, tudást nyújtunk az embereknek, bolygószinten teljesen egyedülálló, mind a tíz életterületre, és ez a szolgáltatásunk az emberek felé, maga a tudás, és ehhez kapcsolódik egy másik szolgáltatás, amivel, ha valaki akar, él, valaki akar, nem él, ez pedig maga a jövedelemszerzés, az üzlet. Az azt jelenti, hogy ha valaki itt tanul, ajánlhatja másnak a tanulást, az itt tanulást. Ugyanis
a tandíjainknak a 76%-a az a szervezőknek jutalékban kifizetésre kerül. Ez azt jelenti, hogy egy minimum 30% ez a kifizetés. És ez fölmehet 76%-ra. De az az előny, hogy nem csak ajánlhatod a tanulást, hanem ha nem te ajánlod, hanem a te tanulód ajánlja, vagy a te tanulód tanulója ajánlja, mert bárki ajánlhat, ajánlhatja azt, hogy tanuljon itt valaki, akkor tőled kiindulva létrejön egy tanulói csoport, és bárki behoz egy új tanulót, te tudsz utána részesedni. Oké? Most gondold végig, miből részesedné szívesebben? A saját teljesítményed, mondjuk 50%-ából, vagy 100 ember teljesítményének az 5%-ából. Melyikből részesedné szívesebben? Hát akárhogy nézzük, 100 ember teljesítményének az 5%-a az 500%. Ez 250. Az 500. 100-szor 5 az 500. Ja. Visszaíratlak. Viszont a te teljesítményed 50%-a, az csak 50%. Tehát ami azt jelenti, hogy 10-szer annyit tudsz keresni. Világos ez? És minél nagyobb lesz a csapatod, annál nagyobb lesz a jövedelmed. Nyilván ez egy lehetőség. Nem kötelezve lehet élni. De hogy teremted meg abban a világban, ahol a jövedelem egyre kevesebbet és kevesebbet ér, még akkor is, hogyha fizetést emelnek neked, hogy fogod megteremteni azt, hogy egyre növekvő jövedelmed legyen? Hm? Tehát azzal a tevékenységgel, ha csinálod, amit mi ajánlunk, hogy ajánld a tudást másoknak. El tudod azt érni, hogy mondjuk minimum havonta legyen annyi jövedelem emelkedésed, mint a többieknek, akik alkalmazottak évente. Tehát az azt jelenti, hogy neked a jövedelem emelkedésed mondjuk 12-szer akkora éves szinten, mint azoknak, akik alkalmazottak. Érted? És ha mondjuk az alkalmazottak kapnak 20%-os béremelést, akkor meg neked mondjuk lesz 260%-os jövedelem emelkedésed. De egyébként kezdetben ennél jóval magasabb a jövedelem emelkedés. Tehát ami simán meg lehet csinálni, hogy mondjuk akár havonta 50 vagy 100%-kal nőjön havonta a jövedelem innen. Hát ha az ember teszi a dolgát természetesen. Ha nem dolgozol a munkahelyeden, és már nincs szabadságod se, akkor csak fizetetlenre mehetsz, ami azt jelenti, hogy nem kapsz fizetést. Tehát itt is úgy van, hogyha nem dolgozol, akkor nincs jövedelem. Így van. Ez egy nagyon jó mondás volt, még a kincskereső kisködmönben tanultuk, ugye abban a mesében annak idején, hogy nem is mese volt az igazából, egy kis történet, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék. Így van. Ugye az én korosztályom még tanult ilyeneket. Képzeljétek el. Most meg aki nem dolgozik, segélyt kap. És jól lak. Lakik. Jól lakik, igen. Ott lakik, ahol lakik. Szóval még addig, ameddig nem lesz egy etikus társadalom itt a világban, legkésőbb 2035-re, addig a jövedelemre, a pénzre nagyon nagy szükséged van. Lehet, hogy már az csak 12 év, akkor ebben a 12 évben.
Világos ez? Környezetünk, hatóságok, ez simán tudás, és a tudás használata. Az Istenünkkel való bánásmód, az teljesen lelki dolog. Teljesen lelki dolog. Hát akik azt gondolják, hogy csak egy fizikai világban élnek, óriási tévedésben vannak. Akik azt gondolják, hogy jó lélekkel bármit meg lehet csinálni, úgy értve, hogy fizikailag nem tesz érte semmit, az is bajban van. Tehát sajnos azt látom, hogy akik túlságosan elszálltak a saját szellemi képességeik által, azok rosszabb anyagi helyzetben vannak, mint az anyagi emberek. Oké? Mert ennek a kettőnek párhuzamosan kell működni. Tehát az embernek meg kell tenni fizikailag, amit meg kell tenni, és meg kell tenni szellemileg, amit meg kell tenni. És ha az ember ezt elfelejti, akkor ne csodálkozzon, hogy bajba kerül. De az biztos, még egyszer mondom, hogy két dologban extrát nyújtunk. Mi nyújtjuk a legfontosabb szolgáltatást, ami létezik a bolygón, mert ha nem neveljük ki az etikus embereket, akkor itt nem lesz aranykor. Oké? Egy, már pedig, ha nem lesz aranykor, akkor nagyon nagy baj lesz. Kettő, mivel szolgáltatást nyújtunk, és mivel saját szolgáltatást nyújtunk, ezért viszonylag alacsony a költség, a legmagasabb jutalékot nyújtjuk az embereknek, és ezáltal ugye egy üzlet feltétele az, hogy minél kisebb ráfordítással, minél több jövedelmet tudjon az ember létrehozni. És a ráfordítás az két dolog. Fizikai ráfordítás, illetve három. Fizikai ráfordítás, szellemi ráfordítás, és anyagi ráfordítás. Oké? Nem azt mondom, hogy nem kell szellemi ráfordítást csinálni a szervezésnél, mert kell. De nem kell anyagi ráfordítás. És fizikai ráfordítás se nagyon kell, mert nyomkodni kell csak vagy a telefont, vagy a számítógépet. Érted? Mert meg kell tanulni beszélni. Oké? Ennyi. Hát az szerintem fizikailag nem túlságosan fárasztó. Fárasztó ez a három dolog. Mert nem azt látom, hogy az emberek nagyon elfáradnának ezekben a dolgokban. Úgyhogy ha úgy látod, hogy úgy szeretnél fejlődni és változni, hogy mellette esetleg egy üzleted is legyen, saját üzleted, tehát ahhoz, hogy az ember szabad legyen, az kell egy olyan üzlet, amit akkor is van jövedelem, ha nem dolgozol. Például mondjuk a, mit tudom én, feltalál valamit, tehát eladja a találmányát, és akkor folyamatosan jogdíjat kap a találmányának a működéséből. Érted? De ha te nem vagy egy feltaláló, akkor itt vagy. Itt lehetsz nálunk, és létrehozhatsz egy ajánlói csapatot, szervezői csapatot, lehetsz a vezetője. Most lesz egyébként nekünk egy háromnapos vezetőképző, amit fogunk tartani, amin részt vesznek a vezetők, és tehát képezve vannak a vezetők, negyed évente vannak ilyenek. Azért, hogy tudják vezetni az embereket, és az ember vezeti az embereket, és részesedik mások teljesítményéből is természetesen,
És ha netántán mondjuk szabad akar lenni, és mondjuk éppen nem tesz semmi pénzkeresés érdekében semmit, akkor is legyen jövedelme. Tehát mondjuk itt nálunk, ha kiszámolod mondjuk egy vezetőnek a ráfordított idejét, és a jövedelmet, amit kap, akkor ilyen 10, 20, 30 vagy akár még több ezer forintos óradíjat számolsz. Oké? Okay? De a tényleges időráfordításról beszéltem. Nem az, hogy mit tudom én, gondolt a PPH-ra, meg gondolta azt, hogy jó lenne szervezni, vagy jó lenne neki ülni szervezni. Nem. Nem tudom neked mennyi a jövedelmed óránként, civilbe, de hogy a szervezéssel több lenne, az biztos. Jó? Már csak azért is, mert gondold végig, van még egy feltétel, ami nálam egy üzletnél alapvető volt, hogy ne kelljen mindig megdolgozni a pénzért minden helyzetben. Ez tudod mit jelent? Nem csak a csapatot jelenti, hanem a fenntartási jutalékot is jelenti. Tehát a fenntartási jutalék azt jelenti, hogy ameddig veled az az illető kapcsolatban van, addig legyen utána jutalék. Tehát magyarul, aki egy tanulód itt tanul, ameddig itt tanul, utána te jövedelmet kapsz. Érted? Tehát az a jó üzlet, amire sok a kereslet, a bolygón minimum 300 millió emberre van szükség, aki képes másokat tanítani. Oké? Okay? 300 millió. Akkor még egy dolog. Ugye a, tehát eladható legyen ezáltal. Bármit csinálsz az életedben, ha itt nem lesz aranykor, feleslegesen tettél bármit is. Érted? Ez megy a kukába úgy, ahogy van. Az a baj, hogy ha te sem mész az aranykorba, veled együtt megy a kukába. Érted? Ezt tudom, hogy bántónak tűnik embereknek, de ez a tény. Tehát ezáltal gondold végig, mennyire fontos, amit csinálunk. Tehát a legfontosabb dolog, amit csinálunk a bolygón, létrehozunk egy korszakot, egy új korszakot, amit úgy hívnak, hogy szeretett korszak, aranykor. Fenntartási jutalék van belőle. Vezető lehetsz, ahol a csapat után részesedhetsz. Ha ezt te nem látod jó üzletnek, akkor te neked olyan üzleti érzéked van, mint mondjuk egy tyúknak. Körülbelül. Úgyhogy gondolkozz el rajta. Tehát én ma a bolygón jobb üzleti lehetőséget, etikusabb üzleti lehetőséget, fontosabb üzleti lehetőséget nem ismerek. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!